gondolatlan meglepetés, nem szorgalmazzák az élő állat ajándékozását az állatvédők. Halat minden asztalra, sokan csak karácsonykor esznek halételeket. Zselés, csokis és kókuszos, a hagyományos mellett egyre népszerűbb a kézműves szaloncukor. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Az ünnepi időszakban a gyógyszertárak nyitvatartási rendje is megváltozik. Békés Csabán karácsonykor a kórházi patika, szilveszter és új év napján pedig a kristály gyógyszertár lesz elérhető sürgős esetekben. A felnőtt és gyermekorvosi ügyelet az ünnepek idején is a megszokott rendszerint látja el a betegeket. December 24-én több gyógyszertár is nyitva tart, azonban az azt követő két napon csupán a főtéri gyógyszertárban lehet vásárolni 8 órától 1 óráig. 24-én is vannak nyitva még gyógyszertárak, a 25-26-a a karácsony két napja az, amikor be vannak zárva, és csak a főtéri gyógyszertár van nyitva 8-tól 1 óráig, és 1 órától ugye kezdődik az ügyelet. És utána már péntek, szombat, vasárnap megint találnak nyitva tartó gyógyszertárat. Szilveszterkor este 6 órától, új év napján délután 1 órától pedig a Petőfi utca 2 szám alatt található kristálygyógyszertár lesz nyitva. Az orvosi ügyelet az ünnepek idején is a megszokott rendszerint működik. Az ünnepek alatt folyamatosan működik a házi orvosi ügyelet munkaszüneti napokon 24 órán keresztül. A sürgősségi ügyelet elsősorban a sürgős esetek ellátására szolgál, tehát arra kérjük a lakosságot, hogy a krónikus betegek a szokásos gyógyszereiket, a hosszú ünnepek, a munkaszüneti napok miatt próbálják időben beszerezni a házi orvosoknál, mivel ezeknek a felírása az nem az ügyelet feladata. A fogorvosi ügyelet december 24-e és 26-a között a Munkácsi utca 1 szám alatt, míg december 27-e és 29-e között a Korvin utca 3/1 szám alatt lesz igénybe vehető. December 30-án és 31-én nem ügyelnek a fogorvosok, azonban január 1-én a Munkácsi utca 1 szám alatt ellátják a betegeket. Itt a karácsony, a szeretet ünnepe, a legtöbbeknél azonban ennek fontos része az ajándékozás. Sokan egy kis állattal lepnék meg szerettüket, az állatorvosok, állatvédők azonban nem ajánlják az élő állat ajándékozását. Gazdira váró, szeretetéhes négylábúak töltik mindennapjaikat a kennelekben. Többen azért kerültek a menhelyre, mert megunt ajándékká váltak. Az egyik önkéntes elmondta, nem javasolja az élő állatok ajándékba adását, főleg gyerekeknek. A kutyus például felugorhat rájuk, megkarmolhatja az arcukat. Ilyenkor jön a sírás, megijed a szülő, a kutyus pedig visszakerül a menhelyre. De sajnos ilyenkor egy kutyus már elkezd kötődni a gazdihoz, számára lelkitörést okoz, a gazditól való elszakadás, és az esetleges későbbi új gazdi számára pedig hatványozottabban nehezebb lesz egy annak az állatnak a bizalmába férkőznie. A menhelyen december közepétől január elejéig szünetel az örökbefogadás. Kiszei Zoltánné elmondta, ennek egyik oka, hogy elkerüljék a meggondolatlan ajándékozást. Másrészt a szilveszteri petárdázások következtében rengeteg állat kóborol el, akik jobb esetben végül a menhelyre kerülnek. Egy békéscsabai állatorvos kiemelte, több egyesület és menhely is hangsúlyozza ebben az időszakban, hogy ne adjunk ajándékba élő állatot. Dr. Csonka Barbara úgy gondolja, az a legfontosabb, hogy hirtelen ötlettől vezérelve, meggondolatlanul ne hozzunk ilyen döntést. Nem csak egy kis házi kedvencet, hanem ezzel együtt felelősséget és igen nagy anyagi terhet is ajándékozunk az ajándékozottnak. Ha arról van szó, hogy ez egy tudatos döntés és egy felelős döntés, és az egész családdal meg van beszélve, az nyilván ugye egy más kérdés. Illetve ha gyereknek szeretnénk ajándékozni, azért a szülők úgy ajándékozzanak, hogy magukat is megajándékozzák, tehát hogy az egy közös családi felelősségvállalás.
A statisztikák szerint a karácsony utáni időszakban mindig több kutya kerül be a Békéscsabai telepre, átlagosan 10-4 lábúval bővül a menhely 250 körüli létszáma. A hal finom, a hal egészséges, a hal tápláló, tartják a szakemberek. A pozitívumok ellenére a statisztikák szerint mégis kevés hal kerül az asztalra hazánkban. A hazai fogyasztási szokások bár javuló tendenciát mutatnak, de még így is jelentősen elmaradnak az európai átlagtól. Újabb szállítmány érkezett az egyik békéscsabai halboltba. Szükség van rá, hiszen a kereskedők az éves hal eladás mintegy 80%-át az ünnepi időszakban bonyolítják le. Ez teljesen szálkamentes hal. Az Európai Unión belül a magyarok fogyasztják a legkevesebb halat. Míg egy átlag nyugat-európai évente 20 kilónyi halat fogyaszt, addig ez a szám Magyarországon 6,7 kg. Ez az elfogyasztott mennyiség már jónak mondható, ugyanez az adat 25 évvel ezelőtt mindössze 2,5 kg volt. Rendszeresen vásárolok halat. Nincs olyan hónap, hogy legalább kétszer-háromszor ne ennék valamilyen formában halat. Szoktunk, de nem olyan nagyon-nagyon sokat. Tehát inkább ilyenkor karácsonykor. Eddig nem volt ilyen igénye a gyerekeimnek, de most már van. Jelenleg a legnépszerűbb halfajta a ponty, de egyre keresettebb a szürke vagy afrikai harcsa filéje is, és sokan vásárolnak tengeri halfiléket is. A vásárlók sok esetben viszik a lazac, a karthal vagy a tonhalfilét. Én azt vettem észre, hogy igazából tehát ebben az évben nőtt a halfogyasztási igény, tehát olyan formában, hogy valamennyivel olcsóbb lett ugye a hal, ez azt jelenti, hogy megközelítőleg 1 kg csirkemellfilével vagy 1 kg csont nélküli sertés karallyal megegyezik 1 kg ponyszeletnek az ára, és ez azt eredményezte, hogy többen bejönnek és kipróbálják és sütögetik otthon a halat, ami nem hátrány, mennyire ugye egészséges a hal. A halban kevés a koleszterin, ugyanakkor jelentős forrása az omega-3 zsírsavaknak, amelyek szakemberek szerint csökkentik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A csabai költségvetésből több forrást kellene biztosítani a családok támogatására, mondta a Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselője hétfőn. Dancsó Tibor arra is felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzatnak egyre nagyobb a hitelállománya, amely szerinte hosszú távon erősen korlátozza majd a város lehetőségeit. A DK képviselője úgy fogalmazott, hogy a közgyűlési többség újabb hitelek felvételére kényszeríti a várost, ám mint mondta, a hitelállomány már így is nagyon magas. Már most 2000 millió forint fejlesztési hitelállománya van a városnak. Ezt most még meglocsoljuk 150-nel, de a közgyűlésen, ezen az egy közgyűlésen összesen 300 millió plusz beruházási kötelezettségvállalásról döntött a közgyűlés. Tehát ez a 2 milliárd föl fog menni 2,3 milliárdra. A képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzatnak több közvetlen támogatást kellene nyújtania a családoknak. Attól nem könnyebb egy családnak, hogy Békéscsaba megyei város átad egy kerékpárutat, vagy egy ipari parkot, vagy építünk egy új repteret. De akkor sem könnyebb, hogyha felújítunk egy orvosi rendelőt. Persze kell ez is, de fontos lenne az is, hogy a családok közvetlenül kapjanak támogatást a várostól. A politikus ezek közé sorolta a társadalom biztosítás által nem finanszírozott védőoltásokat és az iskolakezdési támogatásokat. Karácsony előtt ételosztást tartott a Szeretlek Békés Csaba Egyesület hétfőn. A Munkácsi utcai székház előtt 900 adag babgulyással, gyümölcsökkel, szaloncukorral és meleg ruhákkal várták a rászorulókat. Hosszú sor állt a Szeretlek Békés Csaba Egyesület irodájánál hétfőn délután, hiszen meleg ételt osztottak a rászorulóknak. Többen elmondták, hogy óriási segítség számukra a babgulyás, a gyümölcs és a szaloncukor. Sokat jelent. Minden kicsinek örülök. Egy tál ételnek is, egy gyümölcsnek is, bármi. Amit a jó Isten megadott, úgy vagyok én is, hogy hálás vagyok ezért. A Szeretlek Békés Csaba Egyesület elnöke elmondta, immár 17 éve, hogy minden esztendőben megszervezi a jótékonysági rendezvényt december 23-án. Mert nagyon sok cég támogatásából
sikerül ez a karitatív rendezvény, és fontos, hogy segítsük az embereket. Ez minden év december 23-án így az irodám előtt van, ez a étel és ruhaosztás. Most 900 adag babgulyást osztunk, 250 kg kenyeret, több száz kg gyümölcsöt, szaloncukrot. Mondom, melyek cégekhez megkérdem őket, hogy tudnának-e segíteni. Van, aki tud, van, aki nem, de nagyon-nagyon hálásan köszönöm mindenkinek. Az egyesület célja, hogy a jövőben is folytassa az ételosztást, amelynek legnagyobb támogatója évek óta a Békés Csabai Evangélikus Egyház. A Balassi Tánc Együttes harmadszor rendezte meg ünnepváró előadását, melyben ezúttal a 7 próbás néptánciskola növendékei, a Rába Tánc Együttes és a Suttyomba zenekar működött közre. Szarvas Péter Békés Csaba polgármesterek köszöntőjében úgy fogalmazott, egy nemzet fennmaradásának egyik záloga a nemzeti kultúra őrzése. A kitartó és következetes és magas színvonalas munkát, ahogy elhangzott, a megyében többször elismerték már, de engedjék meg, hogy polgármesterként hadd számoljak be a legfrissebb elismerésről. A Békés Csabai közgyűlés 2 nappal ezelőtt úgy döntött, hogy a Békés Csabáért kitüntetést ítéli oda a Balassi Tánc Együttes teljes közösségének. Minár Pál elmondta, 3 éve rendezik meg az évzáró ünnepséget, melynek célja, hogy a táncosok köszöntsék azokat a nézőket, akik nap mint nap figyelemmel kísérik munkájukat. A műsorban pedig teljes keresztmetszetet igyekszünk adni arról a munkáról, ami a Balassi Táncműhelyben történik. Itt a legöregebbektől kezdve a legfiatalabbakig, tehát az eperkékig, tehát piciken keresztül egy kis ízelítő abból a kultúrából, amivel mi foglalkozunk, és amit mi örökítünk át a gyerekek számára. A Balassi Tánc Együttes művészeti vezetője, az előadás rendezője elmondta, az évzáró gála célja, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki megmutathassa magát. Nagyon sok olyan produkció mutatkozik be, amik korábbi bemutató színpadokon, tanévzáró produkciókon már bemutatásra kerültek, de vannak olyan produkciók, amik kifejezetten erre az alkalomra készültek, tehát a korábbi évek műveit egy kicsit átalakítottuk a karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatosan. Idén is szerves részét képezte az előadásnak a 7 próbás néptánciskola 2 csoportjának produkciója. Illetve van még egy harmadik csapat, ők a Rábai Táncüttes néven futnak, de igazándiból ők is a 7 próbás néptánc együttesnek, a néptánciskolának a kimenő évfolyama. Hát a pedagógusaink szeptember óta folyamatosan foglalkoznak a gyerekekkel, és hát az év közben tanult anyagból állítanak össze egy koreográfiát, amit színpadra visznek. A gyerekek szeptembertől decemberig készültek erre az estére, a produkciót pedig az év közben tanult anyagból állították össze. A karácsonyt megelőző időszakban nem csak ajándékot és fenyőfát keresnek a vásárlók, hanem a legnépszerűbb ünnepi desszertet, a szaloncukrot is. Ma már szinte megszámolhatatlan fajtájú és minőségű édesség közül választhatunk. A legkülönbözőbb ízű és minőségű szaloncukrok közül válogathatnak a vevők karácsony előtt a Békés Csabai piacon. A legfrissebb felmérés szerint a magyar háztartásokban általában 1 kg szaloncukor fogy el az ünnepi időszakban. Ajándékba szoktunk legtöbbször, egy fél kilónyit körülbelül otthonra, mert egészségtudatosan próbálunk étkezni, de ilyenkor az ünnep keretén belül azért megkóstoljuk a szaloncukrokat, meg szoktam így válogatni is, hogy új ízeket ismerjünk meg, mert rengeteg féle van egyébként. A vásárlók több mint fele a zselés ízt választja. 1 kg szaloncukor már 800 forinttól is kapható, a prémium kategóriájúak ára dobozonként elérheti a 3000 forintot, de kilogrammonként akár a 10000 forintos árat is. Ez annak tudható be, hogy minél jobb minőségű a termék, annál magasabb a kilogrammonkénti ára. Már meglepő, de majdnem, hogy a vadász viszik a legjobban, a legdrágábbat. A legdrágábbat, hát szerintem ugye azért már az a legfinomabb, de hát mondjuk elég drága, de szerintem azt viszik a legjobban.
az olcsóbb kategóriát is viszik, de azt már nem szeretik azért annyira, nem szeretik. A kézműves termékek kedvelői már a megye több településén is megtalálhatják a számukra megfelelő karácsonyi desszertet, hiszen több kézműves cukrászda vagy csokoládébolt is készít szaloncukrot a téli időszakban. Ebben az orosházi kézműves cukrászüzemben korábban a szaloncukrok csokoládébevonatát kézzel egyesével készítették. Ez idén megváltozott, hiszen a vállalkozás egy pályázat segítségével egy csokoládétemperáló gépet és egy mártóasztalt szerzett be, amellyel gyorsabban és hatékonyabban tudják elkészíteni az édességet, árulta el az üzem tulajdonosa. Temperált étcsokoládé függönyön átmennek a csokoládék, utána egy légfüggöny lefújja róluk a csoki felesleget, és úgy gurulnak ki a papírra a kész szaloncukrok. Itt éppen azt mutatja Asztalos Nóra, hogy mi a titka a fényes, roppanós csokoládébe vonatnak. Folyamatosan hűti, és közben a mozgatással stabilizálja a kristály szerkezetét. Ez azért fontos, mert úgy lesz szép fényes és roppanós a csokoládé. Az általuk készített desszertekbe azok a minőségi alapanyagok kerülnek, amelyekről a termék a nevét kapta, emelte ki az üzem tulajdonosa. Asztalos Nóra hozzátette, nagyon fontos az is, hogy megfelelő odafigyeléssel és szeretettel készüljön el az édesség. Én úgy veszem észre, hogy egyre nagyobb a piac, egyre többen keresik a kézműves termékeket, mert elegük van a silány, gagyi, tömeggyártott termékekből, inkább keresik azt, ami szívvel, lélekkel készül, és igazán jó alapanyagokból. Tehát egyre nagyobb rá a kereslet, én azt veszem észre. A tulajdonos azt is elmondta, hogy jelenleg 16 féle kézműves szaloncukrot készítenek, amelyből 3 teljesen cukormentes. Az elkészült édességet saját maguk csomagolják és forgalmazzák üzleteikben. A minőségi alapanyagok, a különleges receptek és az elkészítésre fordított idő miatt a kézműves termékek kilónkénti ára 9000 forint körül alakul idén. A karácsonyra készülődve adventi ünnepséget rendeztek Gellán. A szervezők a Weinheim kastély mögött felállított sátorba várták az érdeklődőket. A fűtött sátorban bensőséges hangulatban zajló rendezvényt a Gerlai Weinheim társaság hívta életre, amely az adventi ünnepség mellett idén cipős doboz akciót is szervezett. Hát a tavalyi évünk az nagyon sikeres volt, több mint 150 doboz gyűlt össze, nagyon lelkesek a gerlaiak is. A baptista szeretett szolgálat segítségével a családsegítő szolgálat fogja kiosztani a megyében élő rászoruló gyerekeknek. Az elmúlt 3 évben átlagosan közel 150 főt mozgatott meg az adventi esemény, amelyet az idei évben először tartottak meg a Weinheim kastély mögötti területen, tette hozzá az elnök. Az este során gerlaiak szórakoztattak gerlaiakat. Először az óvodások készültek ünnepi műsorral a nagy érdeműnek. Vígan szól a dal, csingilingi, csingiling, szól a kis hara. A kicsik fellépése után a Jászmin utcai idősek klubjának kórusa adott elő karácsonyi dalokat. A szervezők a műsorok után friss harapnivalóval, gyümölcsökkel és forró itallal várták a gerlaiakat, akik a városrész és a Weinheim kastély mézes kalácsból készült mását is megcsodálhatták. Győzelemmel zárta az évet a Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület, miután 3-0-ra legyőzte a Haladás csapatát pénteken. A kékmezes BRS-e kezdte jobban a mérkőzést, magabiztos játékkal szűk 20 perc alatt 25-10-re nyerte az első szettet. A második játszma szorosabb küzdelmet hozott, a szombathelyiek 16-13-ra is vezettek a játékrész közepén. A Haladás ezt követően több hibát is vétett, a csabaiak pedig fordítottak és 25-23-mal 2-0-ra alakították az állást. A házigazda a harmadik etapban már nem engedte ki a kezéből a sikert, 25-16-tal alakult ki a 3-0-ás végeredmény.
A BRS egy győzelmével megerősítette a negyedik helyét a táblázaton, míg a Haladás a nyolcadik pozíciót foglalja el. Molcsányi Ritáék legközelebb január 17-én Kaposváron lépnek pályára az Extraligában. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!